A családban több családtagom is rendőr volt, és mindig izgalmasnak tartottam ezt a szakmát, és úgy gondoltam, hogy én is akkor erősítem majd a testületnek a sorait. Hát ez idestova több mint 3 évtizede volt. Nekünk a hivatásunknak eleget kell tenni, azért mind a mellett emberségesnek is kell maradnunk, embernek is kell maradnunk, és hogy ehhez a szakmához óvatatlanul, elengedhetetlenül szükséges az, hogy becsületesek legyünk. És ez a két alapvető dolog szerintem meghatározza nem csak a 3 évtizeddel ezelőtti, de a mai rendőröknek a munkáját is. Közlekedés-rendészeti szakterületen dolgozom, és ez a szakterület az állandó változásról szól, és nekünk ezeket a változásokat mindig követni kell. És úgy kell eredményeket elérnünk, hogy ezeket a változásokat sikeresen tudjuk kezelni, eredményesen tudjuk a munkánkat végezni. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örültem neki, hogy rám esett a választás, megkaptam ezt a díjat, de ez igazából nem az én érdemem egyedül. Ez egy nagyon jól együtt dolgozó csapatnak a munkája, és itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem nekik az áldozatos munkájukat. Nehéz ezután bármilyen célt is megfogalmazni, de a munkában mindig új célokat kell felállítani. A 2023-as évünk az igen eredményes év volt, és az lenne a célunk, hogy még ennél az esztendőnél is egy eredményesebb, sokkal jobb évet zárjunk.